Ma reggelre vártuk volna a stúdióba Konta Barbarát és kislányát Franciskát, de estére eljutott hozzánk a hír, és örömmel hallottuk, hogy tegnap délután 1 órakor megszületett második gyermeke, akinek a Fanni nevet adták, amit nővéréről Franciskától, nővérétől Franciskától kapott. A Boldog anyukát és kislányát ma este a Vigyázz a gyerekkel vagyok című műsorban láthatják, amiből most nézzük meg egy részletet. Anya pocakja kapott egy hatalmas simogatást. Igen. Nagyon várod a kis tesót? Igen. Eltervezted már, hogy mi lesz az első dolog, amit mondasz majd nekem, amikor meglátod? Mi lesz az? Kóla. Kóla? Ennyi? Kóla? Mint a nagy titok a világról, hogy kóla, ezt meg kell ismerned. És ti hogy vagytok, Barbie? Hogy érzed meg? Mikorra várod a babát? Köszönöm szépen. Jól. Április elejére. Hát akkor az már egy nagyon közeli időpont. És azt elárulhatod, hogy kisfiú vagy kislány? Igen, ezt még igen. A nevét talán még nem. Azt írja, kislány. Kislány! Szuper! Hát akkor ti egy nagyon jó kis csajos csapat vagytok. Melyik a kedvenc meséje anyának? Így szól a következő kérdés. A Spongyabob, esetleg a Frak, vagy a Mici Mackó? Döntsetek! Nagyon határozottan jött itt is a válasz. Ez elég egyértelmű. A Mici Mackó volt a helyes válasz. Egyébként ez Franciska, te kedvenc meséd is? Vagy te mit gondolsz a Mici Mackóról? Nekem a Spongyabob, de az anyukám utálja a Spongyabobot. Megértem egyébként. És a Mici Mackóval mi a helyzet? Te bírod a Mici Mackót? Nem annyira. Mi a baj a Mici Mackóval? Nem annyira szeretem. De miért? De azt tudom, hogy az anya farsangon Mici Mackó lesz, mert nagy a hasa. Ezt a Spongyabobot, ezt én sem nagyon tudom értelmezni. Ne, ez szörnyű, tragédia. Ilyen a kicsike egyébként Barbie-éknál. Mi volt akkor, Franciska lett, vagy mi volt? Mit mondtál? Fanni, jó reggelt kívánunk, édes Konta kis Barbara neve van a telefonban. Édes. Nincsen. Én beszélgetek veled arról, hogy hogy érezted magad a műsorban, és hogy volt-e olyan, ami egy kicsit kínos, kicsit kellemetlen, kicsit vicces. Hát figyelj, én a térdemet csapkodva röhögtem a lányomnak a megjegyzésein. Egészen elképesztő volt. És végül is azt megtudhatjuk, hogy akkor most fürdeszem. Nem, tehát hogy elvileg nem. Fürdjél-e, én azt mondom. Vagy ne fürdjél-e. Vagy ne fürdjél-e, igen. Vagy ne fürdjél-e, mert hogy a kislányom szerint én soha nem fürdök. De egyébként meg igen.